Patkó István vagyok, az Óbudai Egyetem könnyűipari és környezetmérnöki karának dékánja. Ezzel a filmmel szeretnénk segíteni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, akik életük legfontosabb döntését kell, hogy meghozzák. Most nézzük, miről is beszéltem. Fővárosunk budai oldalán helyezkedik el az az impozáns épület, mely otthont ad immár több mint 30 éve, a Rejtő Sándor könnyűipari és környezetmérnöki karnak, mely ez év óta a nevében megújult Óbudai Egyetem berkein belül folytatja munkásságát. Az előtérben diákok igyekeznek tantermeikbe, míg mások az intézmény mögött található zöld környezetben, a kiscelli erdőben pihenik ki a tanulás fáradalmait. Három képzési terület az, melyen a tanulók a tudást magukba szívhatják, a könnyűipari mérnöki, az ipari termék és formatervező mérnöki, valamint a környezetmérnöki alapszakok. Vegyük sorra ezeket a szakokat és jellemzőiket, elsőnek a legnépesebb, könnyűipari alapszakot. A Médiatechnológia és Könnyűipari Intézet alapvetően két szakirányt gondoz a könnyűipari mérnökképzésen belül. Az egyik a csomagoló és papírgyártó szakirány, a másik pedig a nyomda és média. Azt mondhatjuk, hogy mind a két terület prosperáló, fejlődő. A diákok 7 fél év alatt szerzik meg azt a tudást, melyet sikeresen kamatoztathatnak a munkaerőpiacon. Ehhez nagyban hozzájárul a laborokban és a tanműhelyekben folyó erős gyakorlati oktatás is. A tanulmányaik során megismerkednek mind a hagyományos, mind a legkorszerűbb színvonalat jelentő gyártástechnológiákkal és termelőeszközökkel is. Az 5. fél évtől pedig választott szakterületükön mélyíthetik tovább ismereteiket. A papírmerítéssel, kézikönyvkötéssel, aranyozott, tehát a könyvek aranyozásával, megfelelő borító kialakítással, ezzel is foglalkozunk, ez is a feladatunk közé tartozik. A nyomdamédia szakirányon a hagyományos nyomtatás technológiáit és a digitális nyomtatás technológiáit ismerik, a legfontosabb gépi berendezéseket ismerik, tehát azonnal el tudnak helyezkedni. A tömegcikkek tervezése mellett teret kap az egyéni kreativitás is. Az itt elsajátított mérnöki gondolkodásmód segítségével a hallgatók szakszerűen formába önthetik piacképes ötleteiket. Sok-sok olyan napi, hétköznapi használati tárgy vesz körül bennünket, amelyiket sosem nélkülözhetünk. Ezeket a tárgyakat valahol elő kell állítani, ezeket kereskedelmi folyamatokban el kell adni, és a mi hallgatóink olyan mérnökök lesznek, akik ehhez értenek. Tökéletesen alkalmassá válnak a végzettségükre, mire elvégzik ezt a szakot, arra, hogy nem egyszerűen egy műszaki folyamatot, hanem egy gondolkozó embert tudjanak számunkra megjeleníteni egy-egy vizsgán. Egyet Krisztina gyors korcsolyázó, hajdani nebuló fél éves kislányával a kezében nosztalgiázik tanuló éveiről. 13 évvel ezelőtt diplomázott, 7 év profi sport után. Mindig én csináltam a karácsonyi csomagolásokat, tehát azért valamilyen szinten volt hozzá affinitásom, meg érdekeltek a dolgok, hogy a vevő miért pont azt a csomagolást veszi le a polcról, amit levesz. A mai napig is ugye egy olyan cégnél dolgozom, amelyik dobozokat gyárt, illetve hullámterméket gyárt, és hát ott vagyok értékesítő. A könnyűipari mérnöki szakon évek óta nagyon közkedvelt a minőségirányítási rendszerfejlesztő szakirány. E szakirányon végzett hallgatók általánosabb tudást szereznek, amellyel bármely ágazatban multinacionális vállalatoknál, autóipari és elektronikai cégeknél épp úgy elhelyezkedhetnek, mint a szolgáltatási szektorban. Korszerű folyamatszabályozási, kockázat és problémakezelő technikákat, hatékonyságnövelő módszerek gyakorlati alkalmazását sajátítják el. A kreatív technológiák és gyártmányok szakirányon a textil, ruha és bőripari technológiákkal, gépi berendezésekkel, alapanyagokkal és vizsgálati módszerekkel ismerkednek a hallgatók. Második az ipari termék és formatervező mérnöki alapszak. Hiába van más egyetemen is hasonló elnevezési szak, a miénk az a korábbi olyan terméktervező szakirányra épül, aminek az összes elemét be tudtuk építeni ebbe az új szakba.
két fő részre oszlik, a terméktervező és a termékmenedzsment szakirányra, és tulajdonképpen az a fajta hagyományos képzés a textilt, a ruhát és a bőrt úgy ötvözi magában, hogy modul szerkezetben változatlanul megmarad ez, vagyis öltözék és kiegészítők, textil és interiőr, valamint csomagolás modulokra tovább szakosodhatnak a hallgatók. Dr. Kisfaludi Márta irodájának falán saját ruhatervei köszönnek vissza, az egyéni ízlés kiteljesedését a legfontosabb értéknek tartja. Nagyon jól tudják ötvözni a mérnöki ismereteiket a kreatív formatervezői ismeretekkel. Ezeket a csodaszép, ízléses ruhákat pedig Mohari Kinga álmodta és valósította meg, aki 5 évvel ezelőtt kapta kézhez könnyűipari mérnöki diplomáját. Divattervezéssel foglalkozok, illetve egy saját szalonom van, ahol méretes ruhakészítést folytatok. Abszolút a műszaki szaktudásomat tudtam kamatoztatni, hiszen szemben más jellegű képzésekkel itt egy olyan szintű ruhaipari műszaki képzést kaptam, amit a szerkesztéshez, ruhakészítéshez magas fokon tudom használni. A Terméktervező Intézet által oktatott modulokban a hagyományos megoldások a legmodernebb tervezésekkel járnak karöltve, az egyik órán tradicionális szövőgépek működését ismerik meg a hallgatók, a másikon pedig a háromdimenziós ruhatervezést gyakorolják. Az egyetem a legújabb tudományos kutatásoknak is helyet ad, amelyekben a diákok is aktívan részt vesznek. A nyelvtudás alapvető követelmény. A karnak számos külföldi partnere van Európa szerte, ahova tanulni, illetve szakmai gyakorlatot teljesíteni mehetnek a hallgatók. Azzal, hogy egy évet kint töltenek idegen országban, egy idegen nyelvi környezetben, a szakmai ismeretüket tudják elmélyíteni, a nyelvismeretüket tudják elmélyíteni, sokkal nagyobb lehetőségük van később a boldogulásra a munkaerőpiacon. Ezen a szép erdei ösvényen éppen a környezetmérnöki szakhallgatói teljesítik terepgyakorlatukat. A Műszaki Egyetem mellett tulajdonképpen a legtöbb környezetmérnök szakos hallgatót mi képezzük országos szinten a 11 felsőoktatási intézményben. Azt szeretnénk, ha nem szobatudósok, hanem a gyakorlatban helyüket jól megálló szakembereket képezhetnénk. Az itt végzett hallgatók sok irányú képzésben vesznek részt, amit számos területen tudnak hasznosítani. Fogó ökológiai szemléletet és ismereteket szerezhetnek a tájelemzés és tájértékelés szempontjairól, a környezetvédelem biológiai alapjairól, a korszerű biotechnológiai eljárások alkalmazhatóságáról. A gyakorlati órák száma kimagasló. Amikor éppen nem a Földön a különböző környezeti veszélyeket vizsgálják, akkor a levegőben a megújuló energia hasznosíthatóságának alternatíváival bővítik ismereteiket. Környezetmérnöki intézetnek a oktatási és kutatási tevékenységebe is nagy szerepet játszik a megújuló energia. Nyilván ezt nem csak elméletben szeretnénk a hallgatóknak bemutatni. A laboratóriumnak, úgy mondjam, a legfelső szintjén vagyunk. Lehet látni szélkereket, időjárás jelző állomást, illetve itt lehet látni napkollektorokat. Ezek azok, amelyeknek a működését figyeljük. Lent alattunk az energetikák a laborba, számítógépen fogjuk ezeket a jeleket és dolgozzuk fel. A tananyag elsajátítása mellett igen fontos a szemléletformálás. A környezettudatos magatartás és gondolkodás a végzett tanulók hitvallása. Arra törekszünk, hogy a környezettudatosságot növeljük akár az oktatás minden területén, és hogy a nálunk végzett környezetmérnökök ezt kivigyék, és másoknak is környezetükbe továbbadják. Ez a szemlélet nem csak egyetlen szakra jellemző, hanem az egész karra, hiszen az oktatók a különböző termékek előállításánál a fenntartható fejlődésről, a megújuló nyersanyagokról, az ökológia és a gazdaságosság kérdéseiről is tartanak órát. Rövid filmünk igyekezett bemutatni ezt a felsőoktatási intézményt, ahol európai szintű oktatás, valamint kutatás folyik olyan ipari területeken, melyeknek munkaerő felvevő képessége növekvő tendenciát mutat. Reméljük, kedvet csináltunk leendő hallgatóinknak, hogy minket és a mérnöki pályát válasszák.